kedves testvérem! A mai napon az Anyaszent Egyház keresztelő Szent Jánosra emlékezik, az ő születésnapját ünnepeljük. Ám tehetjük fel a kérdést, hogyan, hiszen 24-e keresztelő Szent Jánosnak születésének ünnepe. Ám a holnapi napon az Anyaszent Egyház Jézus szentséges szívét köszönti, ezért ma ünnepeljük keresztelő Szent János születését. Ezen a napon Szent Lukács evangéliumából hallhatjuk a következő evangéliumi részletet. Amikor elérkezett Erzsébet születésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenkezett. Nem, János legyen a neve. Azok megegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállotta meg az összes szomszédokat, és Júdában, meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Kedves testvéreim, keresztelő Szent János az a szentünk, akinek a boldogságos szűzanyán kívül megünnepli Anyaszent Egyházunk nem csak a mennyei születésnapját, hanem a földi születésének napját. Pontosan 6 hónappal vagyunk Jézus Krisztus születése előtt, hiszen az evangéliumok tanúságtétele szerint 6 hónappal volt idősebb Jézusnál keresztelő Szent János. Hiszen az evangéliumokban olvassuk, a boldogságos szűzanya, amikor megtudta az angyaltól, hogy gyermeket fogant és fiút fog szülni, akkor azt egyszerre megtudta azt is, hogy idősödő rokona Erzsébet is fiút szült, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Mert Istennél semmi sem lehetetlen. És pontosan keresztelő Szent Jánosnak a születése az, ami a legjobban bizonyítja, Istennél semmi sem lehetetlen. Oda kell, hogy figyeljünk keresztelő Szent János születésének ünnepnapján, atyára, Zakariásra, aki az Ószövetségnek papja, aki az ószövetségi templomban szolgálatot lát el. Megteszi mindazt, amit az Ószövetség előír az Isten tiszteletére. S mindebben, abba az Isten tiszteletbe egyszer csak megjelenik számára az Istennek egy küldötte, és azt mondja, gyermeket fog születni. Zakariás kételkedik. Nem fogadja el az Isten küldöttének szavát. Nem lehet, lehetetlen. Ez nem történhet meg. És ennek a hitetlenségének a következtében megnémul. És egészen addig tart ez a némasága, ameddig meg nem születik gyermeke, és el nem nevezik úgy, ahogyan az Úr küldötte számára, és édesanyja Erzsébet számára is megmondta.
Zakariás mindent megtett, amit az Ószövetségben az Isten elé állított. Mindent megtett, minden parancsot, minden előírást követett, ám mégis kételkedett. Külsőleg úgy tűnik, az Istenek embere. Ám akkor, amikor az Isten kiválasztja őt, ám akkor, amikor az Isten meghívja őt, ám akkor, amikor az Isten valami nagy dologgal akarja megajándékozni, akkor mégis elkezd kételkedni. Nekem? Hogyan? Mint? Istenem, ez nem lehet igaz. Talán mi is sokszor érezzük úgy az életünkben, ahogyan Zakariás érzett. Ám ekkor is, nekünk is, újra és újra rá kell tekintenünk a Szentírásra, Keresztelő Szent János születésére. Úgy tűnt, lehetetlen. De Istennek semmi sem lehetetlen.